Hú, hát itt vagyunk Rózsával, és rengeteg házi szörpöt lehet látni. Ez mind saját? Igen, saját. Saját gyümölcsből, saját készítésű. Mi ezt szeretjük, ahogy észrevettem, a vevők is szeretik ezt. Egyébként ez csak ilyen saját hobbiként gyárt ezeket saját a szörpöket? Természetesen, és csak akkor a Marcali Fröccsé Szörfesztivál, amikor van, csak idehozom ki belőle. Tehát már meg otthon fogyasztom. Milyen féle szörpöket készít? Mocsa, citromfű, menta, ugyanaz most nincs itt, aztán megy, málna, eper, bibizli, ezek vannak, ezek készítem. Melyiket szeretik a legjobban? A málnát. Talán a neve miatt, vagy én nem tudom, hogy mi miatt. Az az igazi málna. Igen. Melyiket a legkönnyebb elkészíteni? Hát, mondjuk a ribizlit a legnehezebb, én szerintem, mert azzal van a legtöbb citromfű, menta, ezeket a legkönnyebb elkészíteni. Nem kell őket annyit szűrni, nem kell velük annyit kacagolni. Igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm.